Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket! Különleges és inspiráló nap lehet a mai, hiszen március 25-én többek között két olyan nagy zseni született, mint Leonardo da Vinci és Alexander Graham Bell. Munkásságukkal más-más területeken ugyan, de mindketten befolyásolták a világot, az életünket. Gondoljunk csak az olyan festményekre, mint a Mona Lisa, vagy ha már nagy hétben vagyunk, az utolsó vacsora, és persze a mindennapjainkban teljesen nélkülözhetetlen telefonra. Mai műsorunkban róluk ugyan nem, de beszélni fogunk más zsenikről. Inspiráló 40 perc elé nézünk, tartsanak velünk! Mai műsorunkból. Vajon ma születnek-e olyan zenei zsenik, mint például Mozart? Zenetörténésszel járjuk körbe a kérdést. Én Kiskertem rovatunkban a fóliasátor építésről adunk hasznos tanácsokat. Nyuszi húsvétra. Vajon jó ajándék? Állatorvost kérdezünk a témában. Mentett madarak a gyógyulás útján. Nyárádszent Simonban a sérült vadállatok rehabilitációs központjában jártunk. A modern zene világában folyamatosan felmerül az a kérdés, hogy vajon ma születnek-e olyan zenei zsenik, mint például Mozart, akik maradandót alkotnak és hosszú évszázadok múlva is kivételes művészekként tekintenek rájuk. De mi dönti el ezt? Mitől függ az, hogy valaki tekintélyes helyre kerül a zenetörténelem nagykönyvében? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárával, aki szorosan követi és diákjaival együtt is elemzi a modern zenei trendeket. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy bekapcsolódtál. Köszönöm a meghívást. Ugye említettük Mozartot a felvezetőben is, hogyha zenei zsenikről beszélünk, akkor így egyből az ő neve ugrik be. Vajon miért lehet ez? Hát azért, mert ő ugye az ő egész élettörténete egy borzasztóan izgalmas történet, amiből számos mítosz jött létre a 19. században már, tehát a halála utáni évtizedekben, és utána ugye a 20. században is ezeket tovább építették, az Amadeus film például egy nagyon fontos mozzanata annak, hogy Mozartra asszociálunk először, hogyha azt a szót kimondjuk, hogy zseni, szerintem általában is, nem csak a zenei zsenialitás esetében, és hát nyilván emögött nem csak maga ez a mítosz van, hanem hogy tényleg egy egészen hihetetlenül zseniális figura volt, vagy lehetett, és ezt nem csak a zenéjéből tudjuk, hanem mindazokból a történetekből, amik jó szép számmal maradtak fönn. De hogyha az ember a zenéjét nézi meg, akkor tényleg egészen megdöbbentő az, nem csak az, hogy mennyire tökéletesek a művei, hanem az is, hogy hogyan képes olyan zenét írni, ami mindenkihez tud szólni. Tehát, hogyha én teljesen laikus vagyok, nem értek semmit a zenéhez, akkor is nagyon megkapó, és hogyha hozzáértő vagyok, nem tudom, zenetörténész vagy zenész, akkor is azt érzem, hogy végtelenül bontható ki belőle a rétegek. Illetve az is, hogy a mai korunk emberéhez is képes szólni. És hogyha vesszük a mai zenei világot, akkor tudnál esetleg mondani olyan előadót, akit méltán lehet zseninek nevezni, mondjuk, aki ugyanígy szerinted fennmaradhat évszázadok múlva is, és emlegetni fogják a nevét? Ez azért egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert ugye folyamatosan változik az a közeg, amelyben a zenét fogyasztjuk, vagy amelyben egyáltalán a zenéről gondolkozunk. Tehát én azt gondolom, hogy ma is születnek hasonló, tehát Mozart valószínűleg nagyon kevés született, de ma is vannak egészen zseniális figurák, hogy egy egészen konkrét példát mondjak, most a napokban hunyt el Ötvös Péter, zeneszerző, karmester, akit nekem volt szerencsém személyesen is ismerni, ő is egy Mozarthoz hasonló zseni. Vagy ott van a 98 évesen még mindig aktív Kurták György, aki ugyancsak egy ilyen egészen zseniális szellem. Tehát, hogy szerintem folyamatosan születnek zsenik, nyilván nem nagyon nagy számban, de vannak. A kérdés inkább az, hogy mondjuk 200 év múlva még lesz-e az a zenekultúra, amelyben a zseninek van helye. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy a nagy zeneszerzőnek a mítosza, vagy a fogalma az már megszűnőben van, nem azért, mert nincsenek olyan
emberek, akik nagyon izgalmas és maradandó értékű zenét írnak, hanem azért, mert annyira megváltozott a világ, annyira szétforgácsolódott a zenének a fogyasztása, tehát hogy ma az internet világában egész egyszerűen nincsenek ilyen szűrők, amelyeken keresztül valamiféle mederben lehetne tartani a dolgot, és ha ez nincs, akkor sokkal kevesebb figyelem esik ezekre a figurákra. Ugye, mivel hogy Mozartot említettem, és te is két klasszikus zenei alkotót említettél, hogyha jól sejtem, mert nem vagyok teljes mértékben tisztában a munkásságukkal, de hogy ezen a vonalon kívül, tehát hogy fontos ahhoz, hogy a zenei zseniről beszéljünk, ketté választani, mert ugye én úgy is kérdeztem, hogy zenei előadót tudnál-e mondani. Tehát a zenei előadó az egyben zeneszerző is kell legyen, hogy zseni legyen, vagy akkor most már maradjunk így egyszerűen a kérdésnél, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valakiből zseni legyen. Hát ugye a maradandósághoz kell szerintem az, hogy valaki zeneszerző legyen, hiszen egy előadó művé, ugye a Mozartot, bár tudjuk róla, hogy nagyszerű zongorista volt, de nem tudjuk valójában, hogy zongorázott, mert nem létezett hangfelvétel. De még ha létezik is hangfelvétel, ahogy ma van, azt gondolom, hogy az emberi jelenlét az nagyon nehezen megspórolható, tehát hogy egy előadó művésznek a zsenialitása, az kicsit a színészek zsenialitásához hasonló, hogy a pillanatban ragadható meg, aki a kortársa, az átélheti azt a zsenialitást. De abban a zenekultúrában, ahol ugye meg, vagy hogy mondjam, hogyha azt nézzük, hogy egy alkotó zenészről beszélünk, akkor viszont ugye ezek a művek, amelyeket létrehoz egy alkotó, azok 10-20-50-100 év múlva is életre kelthetőek, és hogyha megmarad ez a kultúra, amelyben ennek van helye, akkor lehet, hogy vissza fogunk majd emlékezni úgy nagy zseniális alkotókra 20-21. Század fordulójáról, ahogy ma visszaemlékszünk Mozart idejére. Ettől még persze zseniális előadó művészek léteznek ma is, tehát hogy tényleg a zeneakadémiai tanításnak az egyik legvonzóbb tulajdonsága az, hogy az ember tényleg látja, ahogy jönnek be ezek az elképesztően tehetséges fiatalok, és ugye minden évben ott van 80-90-100 új diák, akikből persze csak a legfelső, nem tudom, 10-15, aki ilyen hihetetlenül tehetséges, de minden 2-3 évben jön valaki olyan, akiből azt látja az ember, hogy na, ő belőle még bármi lehet. Aztán az egy nagy kérdés, hogy lesz-e belőle valami, hiszen ne felejtsük el, hogy Mozartnál is a közeg nagyon fontos volt. Tehát az, hogy ott volt körülötte egy család, illetve ott volt ez a bizonyos nagyon furcsa szerepet játszó, de kulcs szerepet játszó apa, Leopold Mozart, aki tulajdonképpen megcsinálta azt a Mozartot, akire mi gondolunk. Tehát, hogy ugye a tehetség az, azt nem mondom, hogy mindenkiben ott van, de rengeteg emberben ott van, és ha a közeg nem olyan, akkor nem jön ki. Tehát ezért óriási a felelőssége egy modern társadalomban az oktatási rendszernek, a kulturális szférának, hogy fölfedezzük-e valóban a tehetségeket, és megteremtjük-e számukra azokat a lehetőségeket, amelyekben ez a tehetség, ez kibontakozik, mert ugye a tehetség önmagában az semmi, hát az, hogyha nem táplálják, akkor elszárad. Tehát pontosan nagyon sok zseniális alkotóművész létezik, de legtöbbjük ugye elvész már, mint hogyha olyan szempontból vesszük, hogy az utókor számára nem biztos, hogy ismerős lesz az ő neve, lehet, hogy a munkássága igen, de hogy így a név nem marad fent feltétlenül, és ahogy mondtad is, Mozartnak is volt akkor menedzsere. Tehát elegendő-e a tehetség ahhoz, hogy valakiből sztár legyen, és szükséges-e az, hogy sztár legyen valaki, és amögött ugye föltétlenül ott van a menedzsment is, ahhoz, hogy az utókor számára is ismert zseni legyen? Ugye az, hogy valaki sztár, ez egyrészt a mondjuk a zenetörténet korábbi időszakaiban ugye egy nehezen értelmezhető fogalom, mert maga az a sztár kultusz, ami ma övez, nem tudom, egy pop előadót, nem tudom, Taylor Swiftet, az azért egy viszonylag modern jelenség, tehát mondjuk az első ilyen értelembe vett sztár, aki tényleg körülrajongtak, akit hát így teljesen odáig voltak érte, ez Liszt Ferenc volt feltételezhetően, de hát igaziból a 20. századi popkultúra hozta el ezt a fajta sztár jelenséget. Ugye az ilyen típusú sztárok, azok lehet, hogy fantasztikus értéket hoznak létre, de lehet, hogy nem, mert a sztárság az nem feltétlenül jár együtt az értékteremtéssel is, és megfordítva, rengeteg olyan nagyon nagy művész van, aki a szónak ebben a populáris értelmében nem sztár, de könnyen lehet, hogy hosszú távon viszont
ő lesz az, aki majd fennmarad. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy nem tudom, egy ponyvaregény szerzőt sokkal többen olvasnak az életében, de ha a nagy képet nézzük, vagy a végelszámolásnál, tehát amikor az utolsó ítéletnél majd megkérdezik, hogy kit olvastak többen, és akkor most nem akarok konkrét nevet mondani, egy ponyvaregény szerzőt, vagy Thomas Mann-t, akkor valószínűleg a végeredménynél Thomas Mann fog nyerni, mert lehet, hogy őt éppen a saját életében kevesebben olvasták, mint egy krimi szerzőt, viszont az utána lövő több száz évben mindenki olvas, vagy szóval, hogy nagyon sokan olvasták. Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa jelenség, hogy a történelmi távlat és a jelenkori siker az nem feltétlenül jár kéz a kézben. De mondjuk Mozart esetén, aki hát amennyire sztár lehetett valaki a 18. század végén, annyira sztár volt, tehát Európában mindenki ismerte, aki ezzel a típusú zenével foglalkozott, ezen értem alapvetően az arisztokratákat. Ő egyszerre volt ilyen értelemben sztár, és egyszerre hozott létre egy olyan életművet, ami hát tényleg máig érvényes. Most akkor eltérve a klasszikus zene világától, és már te is említetted, ugye a modern zenei világból emeljük ki Taylor Swiftet, aki ugye a mostani világnak a sztárja, és egyben a zsenie is, erről lehet hallani veled egy beszélgetést a Friderikusz podcast csatornáján, és tényleg egy nagyszerű beszélgetés, de felmerül a kérdés, hogy miben más ő, mint például Madonna, ugye, akinek a neve úgy feltételezzük, hogy fennmarad az utókor számára, ugyanannyira, mint a Beatles, és ez számomra, hétköznapi ember számára megmagyarázhatatlan. Te hogyan tudnád ezt így megmagyarázni? Vagy így van egyáltalán? Igen, ez egy jó kérdés, hogy ezek a nevek hogyan fognak fennmaradni, ugye azért nagyon nehéz válaszolni, mert ugye a populáris zene az mindig létezett, de nem tudunk róla semmit, hát gyakorlatilag a 19. század elejéig. Egyrészt összemosodik egy kicsit a művészi zenével, de hát az, hogy valaki, nem tudom, elhagyta a szerelme, fogott egy pengetős hangszert, és elsírta a bánatát énekelve egy kocsmában, ez mindig volt, már a középkorban is. Csak ezeket nem írták le, nem maradtak fönn. Ugye a 20. században jön el az a fázis, hogy ezeket a zenéket, ezeket ismerjük, mert a hangfelvételnek köszönhetően fönnmaradtak. És akkor ugye igaziból most van az első olyan korszak, moston értve az elmúlt nem tudom évtizedeket, amikor már ilyen kezdünk egy picit távlatból ránézni ezekre az előadókra, de igazi távlatunk még most sincs, még a Beatlesre sincs, hiszen a Paul McCartney még mindig itt van, tehát hogy és még mindig kihoz új lemezt, és a Rolling Stones még mindig itt van, és mindig kihoz új lemezt, tehát hogy valójában azt, hogy mennyire lesz maradandó a populáris zene, azt azért nagyon nehéz megállapítani, mert még nem telt el annyi idő, és ugye azért az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mondjuk mennyi populáris zenét hallgatunk a 20-as, 30-as évekből, ami viszont már tényleg régi, és közben mégiscsak valamennyire jelen van. Tehát nekem egyébként az az érzésem, hogy azért a zene egyre inkább ilyen szubkultúrák felé megy, tehát hogy a klasszikus zene is egy szubkultúra lesz, meg a modern populáris zene is egy szubkultúra, meg a régi populáris zene is, tehát aki a retrót hallgatja, uh-huh. ugye az ebben a buborékban él. Tehát, hogy és egyébként ez szerintem egészen más játékszabályok szerint játszik egy Madonna, egy Beatles, egy Taylor Swift, mint mondjuk az általam említett Kurták György, vagy Ötvös Péter, akik ugye klasszikus zeneszerzők, akik teljesen más céllal írják a zenéjüket, és a Taylor Swiftnél nem az az értékmérő, vagy nem attól lesz ő sikeres, hogy majd 50 év múlva mindenki őt fogja hallgatni, hanem attól sikeres, hogy most mindenki őt hallgatja, és ettől még elképzelhető, hogy 50 év múlva is fogják hallgatni, csak hogy ugye az a szerep, amit ő most betölt, azt valaki más fogja betölteni 50 év múlva. Hiszen akkor remélem, hogy akkor is lesznek nagyon jó pop előadók, és persze biztos a mostani tinik, meg 20, meg 30 évesek, vagy hozzám hasonló Swiftik, azok majd 30 év múlva is fogják hallgatni nosztalgiával ezt a zenét. Tehát azért ez a nagy kérdés, és ezt nyitva is hagyjuk így a beszélgetés végén, hogy vajon kiből lesz zseni, de azért beleláthattunk, hogy min is múlik ez a tulajdonképpen, és mennyire külön kell választani a zseni és a sztár kifejezést, és hogy mik a különbségek, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy bekapcsolódtál. Én is köszönöm a meghívást.
A fóliasátrak valódi haszna leginkább a nagyüzemi vagy a családi vállalkozásban végzett termesztésben igazán látványos, de semmi akadálya annak, hogy egy átlagos kerttel rendelkező, csupán a maga örömére és fogyasztására termelő hobbi kertész is kihasználja ennek előnyeit. Az Én kis kertem rovatunkban erre adunk hasznos tippeket. Bár a piacon már megjelent a roppanós hónapos retek és a zsenge zöldhagyma, hobbi kertészként még várnunk kell a saját terményeink megkóstolására. Ám ha van egy kisebb fóliasátrunk a kertben, hamarabb fogyaszthatjuk a saját zöldségeinket. A fóliasátor célja, hogy felfogja és megtartsa a hőt, így a besejében kialakuló miniklíma elősegíti, felgyorsítja a növények fejlődését. Először is azt látjuk, hogy a mi éghajlatunkon, akár itt Erdély szinten, a Kárpát-medencében, egyre gyakoribb az az eső, ami augusztus végén már a zöldségeket teljesen tönkreteszi. Ezért, hogyha van egy fóliasátrunk bármekkora méretben, akkor az alatta termesztett növények, gondolok itt az uborkára, paradicsomra, akkor nem üti le a rogya, nem megy tönkre. Ezért automatikusan előnyös, hogyha valakinek fóliasátra van, egy kis fóliaháza, mert akkor az odaültetett növényeket megvédi ezektől a külső tényezőktől. Egy fóliasátor nem csak a kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben véd, hanem azt is lehetővé teszi, hogy jóval hosszabb ideig élvezhessük a saját zöldségeink zamatát. Jóval előnyösebb, hogyha a fóliasátorba tesszük a kis palántokat kora tavaszon, betehetjük már áprilisbe, hiszen a külső fagyoktól már valamennyit keveset tudunk védeni, és ezzel a fóliaház hatás, ami süti a nap, fölmelegíti a földet, és éjszakára nem tud olyan gyorsan lehűlni, akkor ezt az előnyt magunknak beszerezve és biztosítva, akkor a paradicsom vagy a paprikapalántunk hamarabb elindul, és hogyha őszre gondolunk, akkor megint egy kis védelmet biztosít a fólia, és nem fagy meg olyan gyorsan, és lehet, hogy egészen november, akár december elejéig van zöldségünk. A fóliasátor elkészítése sem bonyolult. Ha valaki barkácsolásban, vasmunkában jártas, ő maga is elkészítheti. A régi időben fából készítették, a fából készített olcsóbb természetesen, de viszont most a faára is emelkedett, és kirothad a fa, ezért automatikusan ez már egy kicsit kezdi időt múltani. Hogyha vasból készítjük, akkor választhatunk fekete csőből, amit le kell festeni, ez rozsdázik, annak az a hátránya, vagy horgonyzott acélból, ami azt teszi, hogy szürke, a napfénye nem teszi tönkre a fóliasátrat, és ugyanakkor hosszú távú, akár több tíz év, 40 éves garanciát is adnak igaz a csövekre. Ezért mindenképpen a javaslatunk az, hogy horgonyzott acélból készüljön a vászszerkezet, és persze minél jobb fóliával van beborítva, annál hosszabb időn keresztül van biztos, és nem kell kicserélni a fóliát rajta. Lehet kapni ilyen 1-2 éves garanciást, mi a 4 éves garanciást tanácsoljuk, ajánljuk, mert akkor annak van egy 6-8 éves kifutási ideje, és az alatt az idő alatt biztosítva van az ügyfél, hogy nem kell fóliát cseréljen. Ha valaki nem tud, vagy nincs ideje barkácsolni, annak is lehet saját fóliasátra, hiszen ma már megvásárolhatja az összeszerelhető változatot. Nem egy bonyolult, így van, tehát bárki össze tudja rakni, hogyha van egy csavarozógépje, hanem egyet vásárol, és akkor azzal össze tudja rakni. Aki viszont azt szeretné, hogy kulcsra készen kapja, akkor az is megoldható. Összeszerelésnél azonban nem árt odafigyelni arra, hogy hová tesszük a fóliasátrat, de az sem mindegy, hogy milyen időjárási körülmények között állítjuk fel zöldségeink otthonát. Hát amire oda kell figyelni mindenképpen, hogy ne legyen árnyékba téve, ne nagy fa alá téve, természetesen, hogy a széltől, hogyha a lakások körül van építve, ezzel már egy védelmet biztosítottunk, de nincsen különösebb szükséglet, hogy most óriási védelmet biztosítsunk, hiszen ezek a fóliaházak bírják az itteni klímát, az értem az alatt a szelet, vagy éppen az olyan vihart, ami itt felénk Erdélybe előfordul. Itt amire kell figyelnünk, hogy ne szeles időben csináljuk, hiszen a szeles időben akkor lehet, hogy elviszi a kezünkből, elszakíthatja, és akkor kárt tesz a fóliába. Hogyha sikerül föltenni, az a lényeg még, hogy ne tegyük óriási melegbe. Ha nagyon nagy melegbe húzzuk fel a fóliát, akkor nagyon ráfeszül, és télen, mikor neki össze kell húzódni a mínuszfokok miatt, akkor nem lesz elegendő tartaléka, és akkor lehet, hogy szakadni fog. Ezért a legoptimálisabb időjárásban szélmentesen, és 16-20 fok között ajánlatos felhúzni a fóliát, ahhoz, hogy akkor később a téli időszakban, amit említettem, ne legyen
hátrányunk belőle. Ha megvan az áhított fóliaházunk, akkor már csak azt kell kitalálnunk, hogy mit is termesszünk benne. Februárban már el lehet vetni a salátát, a retket, hiszen az a hónapos seteg, igaz, nagyon gyorsan kinő, hogyha szép idő van, mint amennyi most is, igaz, nincsenek éjszaka a nagy fagyok, akkor védve van. Úgyhogy kis fagy van, a saláta és a retek, az a fóliasátorban nagyon jól megvan. Hogyha ez már kezd kimenőbe menni, az ott lesz áprilisnek a közepe vége, akkor már beültethetjük a paradicsom, paprika, uborka palántjainkat. Azok fölnőve a júliusba, augusztusba jól teremnek, szeptemberbe is, és mikor lassan már kezd elfogyni ott október fele, akkor leszáradnak, akkor talán még tehetünk spenótot is be, az lehet, hogy egészen télen majd biztosítja nekünk. Úgyhogy ezáltal egy fóliasátor, egy ilyen kis hobbi fóliasátor is ki van használva, mondhatni talán egész évben, hogyha csinálunk egy ilyen kis forgót. Húsvét közeletével sok szülő gondolkodik azon, hogy milyen ajándékkal lepje meg gyermekét. Egyre gyakrabban esik a választás a cuki nyuszikra, hiszen ezek a pufó kis állatkák garantáltan örömet szereznek a legkisebbeknek. Azonban fontos átgondolni, hogy egy élő lény nem csupán egy egyszerű ajándék, hanem törődést, gondoskodást igénylő társ is. Ezért érdemes megfontolni, hogy valóban helyes döntésen nyuszit adni ajándékba húsvétkor gyerekünknek. Erről a kérdésről beszélgetek most Pálosi Csaba állatorvossal, aki részletes betekintést nyújt a témába. Szeretettel köszöntelek! Üdvözlöm a kedves nézőket! És benne lesz a kérdésembe a válasz is, hogy miért nem ajánlott húsvétkor nyuszit adni ajándékba a gyerekeknek, ez a legfontosabb. Társállatként is felelős döntés bevállalni egy nyuszit. Hát ajándékba meg semmiképp sem ajánljuk mi sem, mert 10-12 évig elél egy nyuszi, és szociális lényként nagyon szereti, hogyha társa van, és a gazdi lesz neki a társa a következő években, vagy ha a gazdi esetleg helyettesíti őt egy másik, önmagát egy másik nyuszival, akkor így lehet, hogy ki tudja ezt a helyzetet bekelni. Nem ajánlunk, főleg tömbházlakásban, szagja van, hull a szőre, és meg sem gondoljuk sokszor, hogy esetleg allergiás lehet valaki a családban a nyúlszőre, és akkor így válnak egyszer használatos nyuszikkel a húsvéti nyulak. Valószínűleg egyetlen állatot sem jó ajándékba adni, mert hogy azt az embernek kell meghozni azt a döntést, hogy ő tud gondot viselni egy állatról, vagy sem, de most ugye kiemelten a nyuszikról beszélgetünk. Ez a trend egyébként, hogy nyuszikat ajándékoznak, ez most hogy látod, mennyire van felívelőben, hol tartunk ezen a téren? Az utóbbi években csökkenőben van ez a tendencia, mindenképp 10-15 évvel ezelőtt rengeteg ilyen húsvéti egyszerhasználatos nyuszikkal találkoztunk. Manapság meggondolják jobban, a felelősebbek váltak az emberek, és meggondolják, hogy most legyen egy pupa hátamon, vagy valakinek a hátán, hogyha ajándékba adok egy nyuszit, vagy akár bevállalok. Habár nem kell sétáltatni, de ez még nem azt jelenti, hogy nem lesz pupa valakinek a hátán. Így, hát gondoljunk csak arra, hogyha egyszer egy méteres ketrecbe éli le az életét a nyuszi, hát hogyha önmagunkat is beképzeljük egy 6x6 méteres életünk végéig szobában, hát akkor egyértelmű, hogy szegény nyuszinak is nehéz egyedül. Nagyon ritkán helyezik bele magukat az emberek ugye az állatok helyébe, de jó lenne, hogyha minél több empátiát gyakorolnának. Milyen hosszú távú elkötelezettséggel jár mondjuk egy nyuszinak a gondozása? Tehát ahogy mondtam, 10-12 éves nagyjából a várható életkoruk, és ebben az időben, hát náluk is van ez a gyerekkor, meg a felnőtt korválás, a szexuális érettség, ami nagyjából 6 hónapos korban bekövetkezik. Hogyha ezeket a periódusokat gondoljuk, hát mindegyik periódusnak megvan a saját gondozási lehetősége és úgymond muszájtjai. Hogyha ivartalanítani kell, akkor el kell menni az állatorvoshoz, be kell oltatni őket, ugyanúgy férgesek lehetnek, mint bármilyen más állat, és abban a pillanatban, amikor eldöntöttük, hogy bevisszük a lakásban, mi állatorvosokként már eleve néhány betegséggel úgymond elméletileg szembesítjük a jövendő gazdit, hogy vigyázzon, van zoonózist is, amit terjeszt, egy sejten belüli parazita,
és manapság leteszteljük a nyuszikat, és úgy visszük be egy gyengébb immunrendszerű családtag, vagy valamilyen okból betegesebb gazdi elkaphatja ezt a betegséget, és lesz szoktuk tesztelni a nyuszikat, és beengedjük akkor, hogy bátran bevállalhatja családon belül, mert nem hordozza ezt a betegséget. Ugye említetted, hogy egyszeri használatos nyuszik így 15 év körülbelül a visszamenőleg, amióta ajándékoznak nyuszit húsvétre, és akkor utána szabadon engedik, vagy megszabadulnak tőlük. Hogyha valaki társállatként választja a nyuszit, és nem húsvétre veszi, de úgy gondolja, hogy jó ötlet lenne nyuszit tartani, nem kell sétáltatni, nem olyan, mint a cica, nem tudom, valamiért nyuszit akar tartani, akkor milyen körülmények szükségesek tulajdonképpen még mielőtt ugye megvásárolná, mit kell neki biztosítson? Legjobb esetben, hogyha van egy udvar, akkor megoldotta mondjuk a problémájának a 80%-át, mert ki tudja engedni a nyuszit, sétálni tud, akár futkorászni, nagyon aktív állat. Tehát ez kell neki. Muszáj neki, nagyon aktív állat, nagyon gazdafüggő vagy társfüggő, tehát hogyha a gazdi nem tud vele foglalkozni, akkor tud neki társ állatot, nyuszit venni, párt. Egy nyuszi nem nyuszi, két nyuszi az, így van, igazi. Így van. És egyetem, hogyha két fiú nyuszit együtt tart, akkor azok előbb-utóbb össze fognak verekedni, tehát mindenképp kell ivartalanítatni őket. És hogyha el tudja évente legalább egyszer vinni az állatorvoshoz, meg tudja nekik ezeket a körülményeket, a ketrec és kijárási helyzetet oldani, tehát nagyjából egyszer egy méteres ketrec, amihez mondjuk éjszakára vagy akár több időre be lehet tenni, de mindenképp a szabad kijárást biztosítania kellene. Nem lehet 0-24 a ketrecbe tartani, kell egy nagyobb terasz legalább, ha tömbházról beszélünk. Állatkínzásnak nevezném a 24 órás ketreces tartást. Ezt már tudjuk a tyúkok esetében is, hogy már a tojást is úgy vásároljuk az üzletből, hogy megnézzük, hogy az legyen lenti tartás, hogy ne ketreces legyen, mert tudjuk, hogy a stressz hormonok és a napi stressz, ez mindenképp, hát bezárva az élet, az nem jó élet, és a nyuszi helyzetébe bekemény is úgy gondoljuk magunkat. Hogyan lehet felkészíteni a gyereket arra, hogy megértsék, hogyha mondjuk nem is húsvétra, mert ugye ezt kizárjuk most így a mai műsorban, vállalják azt, hogy a nyuszi bizony gondozással jár és felelősséggel. Mire kell őket felkészíteni, vagy hogy lehetne elmagyarázni a gyerekeknek ezt? Mindenképp arra azt javasolnám a szülőknek és a tanítónéniknek is, hogy vannak ezek a nyuszi simogatások az állatkertekben, hogy menjenek el, mutassák be az életterüket a nyusziknak, magyarázzák el nekik, és lássák, hogy gondozni kell őket, vizet kell adni, ételt kell adni nekik, fésülni kell, tisztán tartani, és miután ezt folyamatosan látják, és valamelyik gyerekben tényleg az látja a szülő is, hogy ő akar egy állatkát gondozni, hát akkor nyugodtan bevállalhatja ilyen esetben, mert akkor rá tudja majd bízni, hogy gondoskodjon róla, megetesse, amikor például a szülők nincsenek otthon esetleg, vagy akár a napi foglalatosságát a nyuszinak, úgymond az aktivitását együtt segítsen, hogy meglegyen az, az energia, legyen elhasználva. Mert azért jó tud lenni, hogyha kisgyerek mellett van állat is, csak mindenképp fel kell erre készülni, hogy nem egy dísztárgyat vásárol, mozog is, és él, és mindenféle életfunkciói vannak, erre is jó felkészülni. Milyen tanácsot adnál azoknak a szülőknek, akik már rendelkeznek otthon a családban nyuszival, hogy hogyan kell megfelelően gondoskodni róla, ezt egy záró gondolatként, hogyha összefoglalnád? Hát ahogy mondtam, évente egyszer legalább menjenek az állatorvoshoz, mert a nyuszinak egyfolytában nő a foga, és hogyha nem reszelik a fogát, vagy nem kopik rendesen, akkor emésztési gondjai lehetnek. Az oltásait adassák be, az élősködők ellen kezeltessék le a nyuszit. Hát az etet és az itatás, ez a napi rutin feladat, ezt szerintem nem kell elismételni, mert hogyha már ott van, akkor ezt már tudják. Ki kell tanulmányozni ezt, igen. És kérdezzék meg bátran az állatorvost, kérdezzék meg a szakembert, hogy milyen, miben segíthet, mit ajánlhat még. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, reméljük, hogy hatással voltunk valakikre, akik most pont nyuszit szerettek volna venni ajándékba. Hát reméljük, hogy csoki nyuszi lesz belőle. Legyen az. Köszönöm még egyszer. Köszönöm én is. Szárnyműtéten átesett, mérgezés tüneteit mutató, legyengült madarak kerülnek a sérült vadállatok rehabilitációs központjába. A gyógyulás utolsó 100 métereit töltik a madarak a Nyárászent Simoni központban, ahol megerősödhetnek, mielőtt újra visszaengedik őket a természetbe. Három gólya elengedésénél mi is jelen voltunk.
Három rehabilitációs központban telelt gólyát enged szabadon éppen Nyárádszent Simonban a Mévusz szakembere. A madarak némelyike bátran vág neki a szabad életnek, de olyan is akad, akinek pár bátortalan lépés után szüksége van még egy kis biztatása ahhoz, hogy újra szabadon szálljon. Szerintem nagyon szépen elmentek, erre számítottunk is, mert láttuk, ahogy viselkedtek a röpdébe. Örülök, hogy elmentek. Ez mindig nagy örömmel tölt el, mikor egy ilyen elengedés van. Ősszel kerültek hozzánk, legyengülve, és már nem, már kockázatos lett volna elengedni őket, ezért úgy döntöttünk, hogy maradnak télire, és jól döntöttünk ezek szerint, és még van egy pár, amit jövő héten fogunk elengedni. A Mévusz csoport hosszú évek óta foglalkozik sérült beteg madarak kezelésével, ápolásával. A felépülés után jó esetben sikerül elengedni őket, és visszakerülnek a természetes élőhelyükre. A kezelt madarak közt minden évben akad jó néhány gólya. A gólyáknál sajnos gyakori az áramütés, gyakori a szánsérülés, mérgezés, el is ütik őket. A legnagyobb probléma az általában a szánsérülés. De elég szép eséllyel gyógyulnak az ilyen jellegű sérülésekből is. A három közül kettő udvarhelyről került hozzánk. Ők is viszonylag gyengék voltak, nem akartak elmenni, ezért behozták hozzánk. De nagyon ismerős madarak voltak, ott járták a piac körül, udvarhelyen, ismerték már őket. Na most örömmel tudatjuk velük is, hogy sikerült elengedni őket. Sérült madarak az ország minden pontjáról érkeznek Marosvásárhelyre, ahol a sürgősségi ellátást Borka Levente és az állatorvosokból álló West for Wild Egyesület végzi, majd a madarak a Marosvásárhelyi központban lábadoznak. A felépülés után kerülnek a Nyárádszent Simoni rehabilitációs központba. Igazából itt a nagy röpdék vannak, a gyógyulás fele hajló eseteket, azokat idehozzuk. Nagy röpdékbe ki tudják tornászni magukat, és tudjuk követni őket kamerán, hogy hogyan repülnek, és akkor el tudjuk dönteni, hogy elengedjük, vagy nem. Idén télen összesen 6 gólya telelt Nyárádszent Simonban, ezek közül 3-at engedtek el most. A madarakat a röpdében kellett elkapni, majd hámba kötni, hogy a közeli dombtetőről rögtön a szabadba repülhessenek. A Nyárádszent Simoni központ egyik legújabb lakója a Parlagisas. Ott jártunk, kor került épp új, ideiglenes otthonába. A Parlagisas nagyon ritka példány, sokáig azt hitték, ki is halt Romániában. A sas aradról került hozzánk szárnytöréssel. A szárnytörés, ahogy mondtam, elég nagy probléma a madaraknál. Most úgy néz ki, hogy jó reménnyel felgyógyulhat. Kivettük be a szárnyából a merevítőt, levettük a kötést, áthoztuk a nagyobb röpdébe, a Szent Simoni központukba. Most reméljük, hogy ki tudja tornászni a szárnyát, és nagy reménnyel el tudjuk őt is engedni. A sas és a gólyák mellett jelenleg még 2 vörösvércse a központ lakója, de évente jelentős a Mévusz csoport központjában megforduló madarak száma. Hát általában 200 körül kerül be hozzánk, a leggyakoribbak ezek közül, amik a városban találhatók, a város körül, a környező falvakban, így a gólyák, a vörösvércse, a varjak, és persze a bagyok, amikből a legtöbbféle bagoly, füles bagoly, kuvik. A Mévusz csoport segélyhívó számát tavaly mintegy 3000-en hívták azért, mert sérült madarat vagy vadállatot találtak és segíteni szerettek volna. Jó azonban tudni, hogy nem minden esetben kell megmenteni a magára hagyottnak tűnő madarakat, állatokat. Ha fiókát találnak, most jön a fióka szezon,
A legajánlatosabb megkeresni, hogyha a földön találják a fiókát, akkor ajánlatos megkeresni a fészket és visszatenni. Ha nincs fészek, vagy sérült a fióka, akkor fel lehet keresni minket. Ha szétnéznek Erdély kulturális palettáján, láthatják, hogy nap mint nap rengeteg eseményre kerül sor. Éppen ezért csak válogatni kell a programok közül, ha egy kis kikapcsolódásra vágyunk. A kimenő következik. Jó napot kívánok, sziasztok! Ma március 25-e van, hétfő. 1881-ben ezen a napon született Bartók Béla, erdélyi származású néprajzkutató, zeneszerző, és 1942-ben Aretha Franklin 16-szoros Grammy-díjas énekesnő. Tartsanak velem a mai kimenőben! A gúnysebet ejt, akár minket gúnyolnak ki, akár mi gúnyoljuk magunk. Mit jelent egy előreléptetés? Érdemeink miatt léptetnek előre, vagy azért, mert valakinek valahol éppen hasznosak vagyunk? Mi történik egy emberrel, aki hirtelen arra ébred, hogy amiről álmodik, az megvalósítható? Változás időből több jut egy életre. Az ideológiák, a hogyanok és a definíciók változnak, a hatalom nyelve pedig ezekkel együtt alakul. Rokonok március 27-én este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Március 27-én este 7 órától a hónap utolsó hangversenyére invitálja közönségét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. A húsvéti vokálszimfonikus hangversenyen Giacomo Rossini Stabat Mater című művét Borsos Edit, Julian Mirka, Stefan von Korch, valamint György Levente szólisták előadásában hallhatja a nagy érdemű. Az est folyamán közreműködik a Filharmónia vegyes kara, illetve szimfonikus zenekara. A húsvéti vokálszimfonikus hangversenyt Zsíros Levente, az Erich Bergel nemzetközi karmesterverseny második díjazottja vezényli. A 70-es évek Romániáját idéző előadás a színészek és a rendező személyes történeteire épülő generációkon átívelő dokumentumfikció. A kommunista Románia egyik blokklakásának történeteit helyi és globális jellegű események szövik át, összekapcsolva Temesvárt és a szlovéniai Nova Goricát. A földrajzi terek egybeolvadnak, a gyermekkori emlékek, a családi történetek, a kommunizmus idejével egybeeső kamaszkor és a felnőtté válás helyszíneivel. A temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház 1978 című előadását március 27-én délután 5 órától tekintheti meg a nagy érdemű a Műszaki Egyetem régi hidrotechnikai karának épületében. Bartók szavaival búcsúzom önöktől. A verseny lovaknak való, nem embereknek. Ez volt a kimenő, holnap is számítok figyelmükre, viszontlátásra! Köszönöm a figyelmet, mai műsorunk végéhez érkeztünk. Holnap ismét várom önöket egy izgalmas műsorral. Beszélgetni fogunk hormondietetikussal egy érdekes, magvakhoz köthető diétáról. Rendelőnkben pedig a reumáról tudhatnak meg többet. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!